Jóri András a vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Beazonosítottam Nagy Dávidot, senki nem mondta ki a nevét, bár Parag László egy idő után már úgy beszéltünk, hogy a Hőok elnöke, meg a Hőok mit csinál, tehát a Hőok meggátolít büfé, nem tudom micsodákat, meg kollégium eladásokat meggátolhat, most azt mondta Nagy Dávid, hogy nem. Hogyan lehet ilyen adatokhoz jutni? Tehát az, hogy valaki mikor kezdte el a tanulmányait, abban hány passzív fél év van, hány aktív, tehát ez ki juthat ehhez hozzá? Egyrészt a felsőoktatási intézmények tárolnak ilyen adatokat. Hát az nyilvánvaló. Másrészt pedig van egy felsőoktatási informatikai rendszer, amit egy non-profit KHT központilag vezet, és ott is ezek az adatok megtalálhatók. Erre azért van szükség, mert mondjuk egy hallgatói azonosítót vagy diákigazolványt így tudnak egy egységes rendszerbe kiállítani. Ez világos, tehát ez a rendszer működik is, egészen kiválóan, vagy legalábbis nekem ez volt a tapasztalatom vele. Na de ehhez a felsőoktatási informatikai rendszerhez információszerzés céljából ugye csak nem férhet hozzá senki. Tehát hogy lehet ez egy kormány szóvivői sajtótájékoztató témája? Ehhez van, aki hozzáférhet, ez egy törvényi szabályozás tárgya, és ott fel van sorolva, hogy ki férhet hozzá. A és gondolom az is, hogy milyen célból. És hogy milyen célból, így van. Egyébként egy elég rossz szabályozás, megjegyzem, ez egy 2011-ben született, és hát elég sőt, tehát hogy mondjam, elég általános és furcsa jogcímek vannak itt, ott, de ezt most hagyjuk is. Mindenesetre ilyen célból nyilvánvalóan nem. Na most azért itt ugyanakkor ez egy kicsit bonyolultabb kérdés, hiszen egy hőkelnök, egy hallgatói vezető az mindenkor egy azért egy közszereplő is, vagy közfeladatot ellátó szereplő is. Tehát lehetséges az, hogy X hőkelnök volt már 10 éve is az egyetemen a hőkelnök, és mindenki tudja, hogy most hát is egyébként a hőkelnök. Nem. Tehát nem. Ez csak mondom, hogy lehetséges. Aha. Ilyen, meg az is lehet, hogy ez az interneten kín van, és akkor innentől kezdve azért azt már nehéz mondani, hogyha ilyen nyilvános információk vannak, hogy ezeket nem teheti valaki a politikai érvelése tárgyává, teheti. Attól függetlenül, hogy ez kapcsolódik-e az adott kérdéshez. Mondjuk Nagy Dávid nem 10-12 éve Hőok elnök, tehát hogy ilyen alapon nem lehetett rá hivatkozni. 2 éve Hőok elnök, az, hogy ebből meg nem következik, hogy hány évvel ezelőtt kezdte a tanulmányait. És pont azért, amit az előbb itt elmondott, hogy még munkát is kellett vállalnia, hogy saját magát és az életét finanszírozza, ezért aztán mitől csúszik a tanulmánya. Meg, tehát mindent elmesélt magáról, mindegy is. Tehát, hogy ezeket az információkat, ezeket, tehát hogy? Tehát ezek gondolom nincsenek benne az informatikai rendszerben sem, tehát... Én nem nagyon tudok másra gondolni, ezt a két adatforrást látom. Most láttam itt először ezt a bizonyos inkriminált interjút, amiről itt szó van, hogy valahogy a vállalkozó... Na ez a másik. Tehát oda kerülnek ilyen adatok, akik kijelentik ezeket az adatokat. Ugye a Kereskedelmi és Iparkamara nyilván készít háttértanulmányokat, ez is az egyik dolga, hogy mondjuk milyen szakon hányan végeznek a felsőoktatásban, mi a piacnak a kívánalma, mit bír el a piac, mire lenne igény. Tehát ha ilyen kutatásokat végeznek, és ez rendben van. De ezek kapcsolatban, amikor erről beszéltünk, akkor mondta Parrag László, hogy ezekből a statisztikákból ez az információ kipotyog. Hogy potyoghat ki egy ilyen személyes információ? Hát ezt most én, hogy Parrag László mit mondott, ezt nem tudom. De ez nyilvánvalóan nem lehetséges, hogy kipotyogjon. Ugyanakkor ezek a statisztikák mondjuk annyiban valóban fontosak lehetnek, és ezek megjegyzem, hogy közérdekű adatok, hogy tényleg mi az az átlagos idő, ami alatt például valaki elvégez egy egyetemet, hány olyan hallgató van, aki továbbvégzi, és így tovább, és így tovább, ezek minden további nélkül felhasználható adatok. De itt meg volt határozva az, hogy a hallgatói önkormányzati vezetők. Tehát nem arról volt szó, hogy a 400 ezer diplomás közül hány év alatt végezte el. A statisztikai felmérés erről szól. De itt most a két kommunikáció, a raglászlói és a kormányszóvő arról szólt, hogy a hallgatói önkormányzati vezetők. Ezek személyes adatok? Ezek természetesen személyes adatok, amennyiben egy hallgatói önkormányzati vezetővel kapcsolatba hozhatók, egy adott meghatározott ilyen vezetővel. Amennyire én itt most első hallásra ebből kihallottam, itt ugye az van, hogy bizonyos üzleti tranzakciók kapcsán ilyen adatok, tehát hogy konkrétan ki a hallgatói önkormányzati vezető, az a szövetség birtokába jut, és mivel ők látták, hogy 6 éve is ez volt, meg most is ez, ezért ebből levonták a következtetést, hogy ő
akkor x évig járt. Hát de nem igaz. Én azt mondanám, hogy itt súlyos jogsértés abban az esetben merült föl, hogyha valóban a központi hallgatói, vagy rendszerből, vagy felsőoktatási informatikai rendszerből kerültek ki ilyen adatok, vagy a felsőoktatási intézményekből. Ha már ez egy nyilvános információ, azt mondanám, hogy formálisan lehet, hogy akkor is van jogellenesség, de ott igazából bejön egy másik jog, a véleménynyilvánítási szabadság, és mondjuk a szabad politikai vita folyását azt nehéz feltartóztatni, és mindenki, aki egy ilyen arénába bekerül egyszer, ez nekem is volt szerencsém, az bizony ezzel szembe kell, hogy nézzen. De hogyha nem erről van szó, tehát nem a betelefonálásokról van szó, vagy bármilyen honlapról, vagy mondjuk a gazdasági érdekköröket, én azt nehezen tudom itt értelmezni, az, hogy a felsőoktatási informatikai rendszerből, vagy magából a felsőoktatási intézményből kerültek ki ilyen adatok, ezt például hogy lehet kideríteni? Ezt úgy lehet kideríteni, hogy elindul egy vizsgálat az adott adatvédelmi felügyelő szervezetnél, ami minden európai országban létezik, így Magyarországon is, és akkor ő... Tehát a jelenlegi adatvédelmi... Így van. Biztos, a jelenlegi hosszabb nevű. Hatóság. Igen. Ez meg tudja kérdezni az adatkezelőjét, tehát aki előállt ezzel, hogy XY ennyi ideje jár egyetemre, hogy ő ezt honnan tudja, és akkor innentől követhető az, hogy jogszerűen került-e az adatok birtokába, vagy sem. Ezt teheti saját hatáskörben is, vagy csak bejelentés alapján? Ezt teheti mindenképpen hivatalból is. Az egyébként, hogyha ne adj Isten ebből a rendszerből, vagy a felsőfokú, vagy az iskolából kerültek ki ezek az adatok, akkor az mi az, bűncselekmény, az BTK, vagy mi az, a személyes adattal való visszaélés? Van ilyen, hogy személyes adattal való visszaélés, ehhez azonban kell az is, hogy jogosulatlan haszonszerzésre irányuljon ez a cselekmény, vagy pedig... Politikai haszonszerzés, jogosulatlan haszonszerzés? Azt hiszem, hogy a jog szerint nem, illetőleg komoly érdeksérelmet okozzon, ez sem biztos, hogy itt megáll, hiszen közszereplőről van szó. Itt megint csak azt tudom erre mondani, hogy nem a BTK talán itt a fő eszköz, hanem ez a bizonyos hatóság, ez kiszabhat bírságot, tehát hogyha bebizonyosodna, hogy jogszerűtlenül jutott az illető birtokába, illetőleg bebizonyosodna, hogy valaki jogszerűtlenül adta át neki, akkor ezek a személyek megbírságolhatók. Várjuk a fejleményeket, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.